Tovább menetele a bádogos Gréco Petrol, Zsidai Ádám operatőr kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Németh Zoltánt hallják innen a főnéz rundról. Ez a nagy kérdés itt az Alba Liga jelenlegi fordulója előtt, a 8. forduló egyik slágermeccse következik. Kék mezben, fekete nadrágban a bádogos Gréco Petrol, ellenfele pedig a mai meccsen az FC Pelso túl lesz majd. Ami a két csapatot illeti, a bádogos Gréco Petrol vezeti a bajnokságot. 6 meccset játszott eddig a csapat, amely kezdi majd a meccset. 5 győzelem, 1 döntetlen vereség nélkül, 29-11-es gólarány, 16 pont. A 29 rúgott gól a legtöbb a ligában jelen pillanatban, és ezzel élen áll a bádogos. Ami a Pelso túlt illeti, hát nekik mehetett volna jobban is eddig. 6 meccsen 2 győzelem, 4 vereség. 23-23-as gólarány, 6 pont, ez most jelen pillanatban a 11 csapatos bajnokságban a 9. helyet jelenti, egy óriási bomba közben. Nézzük az összeállításokat, mielőtt egyéb elemezgetésekbe belemennénk. A bádogos kapujában Skultéti András áll, a mezőnyben 11-essel Gál Dániel, 15-essel Horváth Zoltán, 17-essel ifjabb Skultéti László, 4-essel idősebb Skultéti László, 24-es Strommer Miklós, 10-essel Tanárki Mihály, 6-ossal Tocsek Ergő és 5-ossal Végvári Ádám, Horváth László csapatvezető együttesében, aki azt elmondta, hogy Balla Tamás és Bánfalvi Balázs érkezhet, ők egy kicsit később csatlakoznak a gárdához, de hát mi meglátjuk, pályára lépnek el, mert a másik oldalt illeti, a Pelso túlnál 22-essel Horváth Péter a kapuban, a mezőben 11-essel Nagy Zoltán, 7-essel Csizmadia Gergő, 9-essel Tóth Balázs, 8-essel Galli Rákos, 13-essel Simon István, 14-essel Szilágyi László, 10-essel Csapó Norbert, 23-essel Csizmadia Dávid és 27-essel Kalapács Norbert. Ez tehát az összeállítás. Két olyan csapat találkozik, amelyek a meccsein azért rendszerint akadt gól, ahogy említettem, a bádogos a legtöbb gólt szerezte eddig, 29 alkalommal találtak be a kapuba, míg a rúgott gólokat tekintve a Pelso túl sokkal jobban áll, mint a pontok tekintetében, hiszen a 29 gólos bádogos mellett csak az egyaránt 24 gólt szerző Bojron Homeopátia és a Sárépszer Kft. Rúgott több gólt náluk, tehát a gólokkal nincsen gond, a kapottakkal egy picit nagy a szám, tehát ott hátul van inkább probléma a csapatnál. Meglátjuk ma majd, hogyan fogják kivédekezni a bádogos támadásait. Mi a két csapat eddigi szereplését illeti, a bádogos szoros meccsekkel kezdett, 5-4-re nyert az első körben a Fehérvárosped ellen, illetve nem pontosan az első körben, hiszen az első fordulóban rögtön szabadnapos volt a csapat, az első meccsén nyert 5-4-re a bádogos a második körben, aztán 4-4 a Fortrans ellen, aztán jöttek a győzelmek sorban, 4-1 a Ring ellen. Várjuk meg ezt a szabadrúgást, ami leborotválta a kapufát, de gól nem lett belőle. 10-0-ra verték az Alba csavart, 2-1-re egy nagy rangadón a Döcöst, egyébként a Döcös a második, szintén 16 ponttal, tehát ugyanannyi pontja van, mint a bádogosnak, de egy meccset többet játszott, és a legutóbbi körben pedig a Masterplast ellen nyertek 4-1-re. Így jött össze ez az 5 győzelem, 1 döntetlen. A másik oldalt illeti, az Alba csavar ellen egy 7-0-ás sikerrel kezdett a Pelso túl, aztán kikaptak a Döcöstől 1-0-ra, 5-2-es győzelem a Masterplast ellen, és a legutóbbi meccseken, a legutóbbi 3 meccsen becsúszott 3 vereség, tehát nincsen jó szériában a csapat. Az 5. fordulóban, ugye a 4. körben a győzelmük, Masterplast ellen győzelmük után szabadnaposak voltak, aztán az 5. körben 5-3-ra kaptak ki a Pasakeboptól, 11-5-re a Bojron Homeopátiától a következő fordulóban, majd 4-3-ra a Sárépszertől, tehát nincsenek úgymond a zeniten most éppen, illetve a csúcson. Kicsit csimbe jött a labda, de megszerezték végül a sárga mezesek. Nyilvánvalóan azért itt akadnak meglepetések, sok függ attól, hogy egy csapat hogy tud összejönni, mely játékosok tudnak jönni a meccsre, munka vagy egyéb elfoglaltság miatt, tehát itt azért elég nehéz esélyeket elemezni, de hát azért az eredmények azt mondják, hogy itt a bádogos számít favoritnak, aztán meglátjuk, hogy a Pelso túl majd tud-e esetlegesen meglepetést okozni. Mivel szépen szövögetik a sárgák a támadásukat, jön a beadás, Horváth veszi le ott a büntető területen belül, de csak idényleges ez a felszabadítás, és az oldalhálóban köt ki a labda. Tóth Balázs szúrta rá éles szögből a rövid sarkot célozva. Csak tovább viszik a kékek, és még mindig ott, nincs már ott. Mire kimondom, hogy ott a helyzet, addigra már nincsen.
Amit azért mindenképpen elmondanák, érdekes kis párharc lehet ez, hogy a góllövőlista két vezetője egy két csapatból kerül ki. A Pelszotulnál Simon István 9 gólos, a Bádogosnál pedig Gál Dániel 9 találattal, ők állnak az Alba Liga góllövőlistájának élén. Szabadrugás nagyon jó helyről a Bádogosnak, ami a Pelszotult illeti, a további gólszerzők Tóth Balázs 6-szor, Kéri Péter 5-ször, Csizmadia Gergő, illetve Csizmadia Dávid egyenlő alkalommal talált be. Most a labda mögött álló 9 gólos Gál Dániel mellett Balla Tamás 5, Végvári Ádám 4, Lehocki Zoltán 3, Tanerki Mihály és Tocse Gergő 2-2 alkalommal lüt gólt a Bádogosban. Balla Károly, Horváth Zoltán, Bánfalvi László és Kultéti László pedig egy-egy alkalommal talált be. Na nézzük, mit hoz ki ebből a Bádogos. 0-0, az 5. percben járunk, egy legurítás és a lövés aztán elakad, ez pedig így kirúgás lesz, több volt benne. A legurítás után talál ki volt az, aki előtte, nem okozott veszélyt, nem volt érkező ember, nem értek fel még a társak, úgyhogy így nem alakult ki veszélyes helyzet, az egy szép szóló. Gál nem lövi rá, csak beijesztett, ment a passz. Ez pedig így a kapusé, lelassult eléggé annyi, a labda annyira, hogy ezt meg tudja szerezni a hálóőr. Horváth nem is volt rest, gyorsan összegyűjtötte, egy elpasszolt labda, Gál! Oké, keki, nem figyeltek egy picit a sárgák, és rögtön meg is szerezték a játékszert a kékek. Gál jól élt együtt a játékkal. Marad a Bádogosnál. Tocse fogja elvégezni végül. Végvári hagyta ott neki. Húha, az lába tért, ez a fej. Nagy Zoltán kapott egyet Gáltól, szabadrugás kifelé. Szerencsére nincs komoly baj. Az induló csel jó, és marad is a sárgáknál, Gál volt szabálytalan. Simon próbált volna meglépni. Két gólvágó csapott össze most tehát. Megpattan, és kipasszolják a kékek, Gál Dániel. Nem biztos, hogy kellett ott ez a szabálytalanság, mert abszolút fölényben voltak a sárga védők, tehát ott hiába indult volna meg a Bádogos, nem hiszem, hogy ebből első szándékból valami nagy helyzet kialakult volna. Végvári takasztották. A szép elképzelés volt, Végvári tűnt ott fel a rövid saroknál, de csak a kapus kezébe tudta terelni a labdát sarokkal. Marad a 0-0 a 7. percben. Visszapattant, igen, jól látja a játékvezető, visszapattant a Pelszotul játékosára. Úgyhogy dobhatnak a kékek, gyorsan el is végzik. Nem volt pontos a labda. Tanárki. Végvári. Szépen összejátszanak ketten, ez így lassan helyzet is. És a gurítás oldaláló, ez szép játék volt. Tanárki és Végvári megoldották ketten. Végül előbbi gurított éleszögből az oldalhálóba, nem tudta már a csel után pontosan irányítani a labdát. Na, szép akció volt. Nagy. Ez viszont egy pontatlan passz. Horváth Zoltán inkább hátra, Skultéti. Skultéti, pontos volt a passz, de odaért egy láb. Ugye sok a pontatlanság mind a két oldalon. A lövés mellé. Tóth Balázs szúrt rá. Az látszik azért a Pelszotulnál, hogy most nagyon összekapták a védekezésüket erre a meccsre eddig. Nagyon szorosan odaállnak a kékek mellé, és érezhetően a Bádogos Gréco Petrolnak egyelőre ez nem is ízlik annyira.
Más kérdés, hogy amikor van egy kis lendülete, van egy kis helye a 9-es játékosoknak, akkor ki tudhatnak alkítani helyzeteket. Persze ez egyelőre feltételes mód, igazán komoly zicserük még nem volt, egy kis szép megoldást azért láttunk. Horvát. Tocse. Itt egy szép megelőző szerelés. Tanárki nagyon keményen zárt vissza. Reklamálnak is a sárgák, hogy nem, mert volt itt szabálytalanság, végül nem fújt a játékvezető, nagy veszi le. Itt a pálya középső harmadában nagyon sokat van a labda, kapuk előtt kevesebbet. Tanár kikerül a földre, ez valóban nem volt szabálytalanság. No, ugye előre hátul oldják meg a sárgák, nagy. Még tovább tudja tenni. Szeglet lesz. Csak kibrusztolta magának a helyzetet, Tóth. Egy szegletet sikerült kihoznia belőle. A szép elengedik, de a megállítása, a labda megállítása már nem fért bele. Kézmedi a Gergő szúrta rá. Az Skultéti zsákmánya. Kapu elé bedobott labda. Ne nézzük a Bádogos. Mit tud kezdeni? Most nem sem tudtak sokáig a kékek. Azért benne van a veszélye persze a túlmegugrásaiban is. Jó volt a blokk. Van érkező ember, és nem megy be. Ott mi maradt ki. Remekül robbant be a kapu elé a Bádogos támadója. Nem is fejelt el rosszul Tocse, de hát most a kapufa ott volt azért vastagon a Penszotullal. Tocse. A meccs eddigi legnagyobb helyzete maradt ki annál a fejesnél 12. percben, így viszont marad a 0-0. Eltelt egy fél-fél idő. Gólt még nem láttunk, kapufánk most már van. Gál szépen emeli ki. Adja Horvátnak. Horvát. Megbecsüli most a labdát a Bádogos. A passz viszont nem jó, leblokkolják. 4-4 ellen. Rádobás lesz. Ez nem volt igazán nagy kihívás Skultétinek. Volt a labdaszerzés. Az lehet, hogy mintha kezet is érintett volna, de nem biztos. A szép! Az is szép! Az is szép! De jön a kapus és megfogja. Megint csak Tocse volt az, aki kilépett. Egyelőre egyértelműen ő jár legközelebb a gólhoz a játékosok közül. Volt egy kapufája ez a kiugrás is, és cselek is szépek voltak. Jól mozdult ki a kapujából Horváth Péter. Horváth üti ki, nagy fordulhat le, a hosszú oldalon, ha felnézett volna, látta volna, hogy van érkező társ. Szöglet. Ez a lövés nem volt jó, kirúgás. Kirúgás.
14-es Szilágyi László az új ember a Perszatulnál, Tóth Balást váltotta Gál közben. Jó a csel, Gál viszi közelebb, a kapufa megint a sárgákkal volt, most már Gál is eljutott egy kapufáig. Szépen csinálta meg a lövőhelyzetet, Horváth megint csak nagyot védett. Ugye ne felejtjük el, Tocsa fejesénél is beleért a kapus. Más kérdés, hogy utána azért egy kis szerencse is kellett, hogy a labda a gólvonalon guruljon végig, elkapkodják közben a sárgák. Na hát Fortuna egyelőre Perszatul kezét fogja. A lövés mellé. Próbál biztosan védekezni a Perszatul és abból gyorsan megugrani. Nyilvánvalóan erre majd akkor még nagyobb esélyük lesz, hogyha sikerülne esetleg a vezetést megszerezni, hogy még jobban kicsalogassák a bádogost. Strommer érkezett közben a kékekhez. Látom, tanár kiment le. Na igen, most kellenek a többiek, egyelőre nem jönnek. Itt ebből nagyon sok minden más nem is lehetett kihozni. Horváth. Horváth. Hajszá pontos labda Gálnak, Gál le is fordul, aztán a földre lövi, itt közben szabadrugás vagy büntetőt érzés szerint reklamálnak a bádogosnál. Még egyik sem lett, jól fordult le Gál, csak aztán ugye lelőtte a labdát a földre, onnan pedig már fölé pattant. Na, ez így helyzet lehet, ott a helyzet, és meg is szerzi a vezetést a Perszatul. Szilágyi a gólszerző. No. 16. percig kellett várni a gólra, és amit mondtam, hogy most talán még jobban építhet a gyors ellentámadásokra. Persze, túl egy ilyen hozta meg a vezető góljukat is. Strommer. Horváth. Megelőzte a védő a kapusát, kétségkívül jó pozícióban is volt. A lövő helyzet megpattan, a kapufáról jön vissza. A harmadik kapufáját rúgta a bádogos. És most tudnak fordulni a sárga mezesek? Ott van még a helyzet. Hú, de szépen kijátszák, nagy. Az igen. Kettő nulla, érik a meglepetés. Persze rengeteg idő van még hátra, de ez gyönyörűen végigjátszották a sárgák. Volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy megakad a támadás, és nem lesz belőle semmi. Aztán egy pici szerencsével, de visszakerült hazaik a labda, onnantól kezdve pedig már az tanári volt, ahogy megcsinálták. Nem volt önzőség, mindenki passzolt a jobb helyzetben levő társnak, végül nagynak már nem volt kellett kinek passzolnia, hiszen gyakorlatilag 3-4 méterre szembeállt az üres kapuval, ott már nem kell passzolni. És megint csak egy ilyen gyors megugrás, így jó védekezésből adódó megugrás hozta meg a gólt. Csizmadi a Dávid, időközben pályára lépető, fejelt fölé. Gál. Hát a szerencse egyelőre nincs a bádogossal. Rúgtak három kapufát, az ellenfélüket kettő gólt, hármat még nem. Lehet, hogy rúg, de még nem. A labdaszerzés megvan, a visszapassz viszont nem volt jó. Picit rövid volt. Más kérdés persze, hogy azért ezt a... Most már egyetem mondhatjuk azért az első félidő hajrájához közeledve, hogy egyértelműen a bádogos gyakorol nyomást, hogy lehet ezt bírni egész meccsen.
Végvári. Strommer. Horvát. Nem odajött a labda, ahol várta, úgyhogy hátra kellett tenni Skultétinek és újra kezdeni az építkezést. Ez így dobás lesz. Gál. Blokkolják, de még ott a helyzet, ez pedig védi Horvát. Eddig a báldogos Gréco Petrol még veretlen a bajnokságban, szóval olyan skalpra vadászhat most a Pelsza túl, amelyet még senkinek sem sikerült megszerezni. Még a Döcösnek sem, amely azért abszolút favoritnak számít itt a pontvadászatban. Strommer ott lehetett volna a hosszon, szerintem jobb befektetés lett volna. Horvát előre, meg is csúsztatják ott elől az első gólt szerző Kalapács. Ujj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 
Simon is fentette oda a lábát. Na nézzük, három tagú a sorfal. Gál és Horváth gyorsan megbeszéli, hogy mit kellene csinálni. Hát ebből nekem az jön le, hogy Horváth le fogja gurítani Gálnak. Így van. És a kapufa megint csak nem volt a Bádogosra, ez hihetetlen. A negyedik kapufájuk volt a meccsen. Az meg lökés volt, úgyhogy szabadrugás kifelé. Horváth került a földre. Hát nagyon nincs szerencséje a kék-fekete gárdának. Más kérdés, hogy azért kevésbé borítékolható figurát is kitalálhattak volna, de hát itt sem volt ez rossz. Mert tulajdonképpen a lövés megvolt, a lövés jó is volt. Megint csak egy 2 centi hiányzott a sikerhez. Így marad a 2-0 a Penszatúlnak. Strommer. Megvár indul el, de jön egy lába, amely keresztez, Horváth. Horváthról megy ki, szöglet. Horváth nagyon rutinosan addig megtartotta a labát, amíg visszaértek a többiek. Na nézzük a sarokrugást. Ez most nem gyors ellentámadás, amelyből eddig eredményesnek bizonyult kétszer is a Penszatúl. Könnyen elválasztották most Gált a labdától. Gál. Így nem tudta átfordítani. Amikor meg át tudja fordítani, akkor Végvárján tudja levenni. Horváth. Gált futtatja meg Horváth egy kicsit ott a szélen. Gál. Tocse. Gál bepörgeti a kapu elé. Ott van még. Na ezt már nem tudják kivédekezni. Szép volt a pörgetés, és Strobe már kellett hozzá, hogy oda kerüljön a labda Gál elé. Aki most már így 4 kapufa után jó irányba tereli a labdát. Talán mondta, hogy 6 kapufa, nem 4-et. Strigulázom. 2-1, hát mindjárt érdekesebb a meccs így. 24. percben járunk, azért nagyon fontos, hogy még most tudott szépíteni a Bádogos. Azért nem mindegy, hogy 2-1-el vagy 2-0-a fordulnak, vagy apák 2-2-vel, de jól jött ki a kapus. Strommer szúrta rá.
És ezzel megint csak mehetnek a sárgák egy rosszul elvégzett szöglet után. A szép volt. Tocse remekül érkezett. Ez most helyzet volt a sárgák előtt. A lövés mellé. Nagy tér vissza közben a Pelsza túlnál. Horváth, és ebben a pillanatban vége az első fél időnek. Hát nem úgy alakult eddig az eredménye, hogy az előzetesen esetleg várni lehetett. Meglátjuk a folytatást. A szünetben Pelsza túl Bádogos 2-1. A csapatok már ott vannak a folytatásra. Na, majd meglátjuk, kinek hoz szerencsét a második fél idő. Hoppá, megvan. Pillanatra úgy tűnt, de kicsúszott volna a kapus kezéből a labda, de nem. Skultéti. Nyilvánvalóan az idő még azért nem sürgeti a Bádogos Gréco Petrol, de hát azért nagyon sokáig nem érdemes halogatniuk az egyenlítés, úgymond. Pláne, hogy azért nagyon jól kontrázik a mai napon a Pelsza túl, és jól is védekezik, teszem hozzá, tehát nem könnyű helyzetet kialakítani még úgysem, hogy azért volt 4 kapufája a Bádogosnak. Tocse zárt vissza és szerezte vissza a labdát. A lövés, megfogja a kapus. Bánfa a videkezen megérkezett, ő dob. Hoppá, éppen Gában akad el a labda, 3-2-ben lehet menni. Azt ott lőni kell, mellé nem tudta visszahúzni jól. Simon volt az, aki mellé is, fölé is lőtt. Hát a gólvadászok között ugye egyelőre Gál áll jobban. Gál. Hát nem vagyok meggyőződve, hogy ez szabálytalanság volt. Ott maradt a labda nagynál. Szóval a gólvadászok külön csatájával eddig Gál áll jobban, hiszen ő lőtt gólt, Simon még nem. Ellenben mégis utóbbi örülhet eddig, hiszen 2-1-re a csapata vezet. Na de ez most itt egy remek lehetőség. Na nézzük, Gál. A lövés fölé. A szép, megint csak helyzetben. Mi maradt ki? Nagy lábában ott volt a harmadik gól. Az mekkora helyzet volt. Gyakorlatilag 20 centit kellett volna, hogy gyömöszölni a labdán, hogy az átlagyon a gólvonalon, nem sikerült végül. Skultéti nagyon küzdött ellene. Ezt nem fogják befújni. Tanár kiesett el. Végvári. Nem volt veszélytelen, de jó megoldást választott végül. Az első blokk jó. Bánfalvi tovább Gál. Bánfalvi. Ott belement a sűrűjébe. Továbbra is a sárgák azért a kontrákban hisznek. Az pedig így. A Pelsza túldobása lesz. Jó az ítélet, jelzem meg. Vitatkoznak vele többen, de valóban a Bádogos játékosának a lábáról érte el a mennyezetet a labda. A lövés mellé. Az indítás nem volt rossz, de hát az egy igen nyakatekert mozdulat volt, hogy Balázs ebből gólt rúg.
megemelem a kalapomat, ami most éppen nincs itt, hanem otthon van. De ha hazamentem volna, megemeltem volna otthont. Így utólag. Így marad a 2-1. 30. perc a meccsem. Hát nem tudom, mi lesz a vége, lehet, hogy nyer a Bádogos. Ha így lesz, akkor is iszonyatosan nehéz dolga lesz, vagy van ezen a meccsen. Mert most nagyon összekapta magát a Pajaszottul, ugye, ahogy említettem az első fél időben, még a meccs elején, legutóbbi három meccsét elvesztette a sárgamezes gárda, és nem is áll túl fényesen a tabellán. Hiszen mindössze a 11 csapatból a 9. pozíciót foglalják el. Hát itt most én biztos vagyok benne, hogy feljebb fognak lépni majd. Ha marad így persze az állás, hát ennek alapfeltétel az, hogy nyerjenek. De hát még addig nagyon sok percet kell kihúzniuk, nagyon jön a Bádogos próbát támadni. Most éppen egy szögletet harcolnak ki a kékek. Elakad a labda. Tocsa erőből tette Bánfalvi lábára. Dobhatnak a sárgák. A szép, de szép volt a helyzet bekerülés és a lövés mellé. Tóth Balázs. Testcselel becsapta a védvét nagyon, és meg is volt a helyzeti előny. A célzással akadtak kisebb gondok. Na, itt már a célzással nem volt gond. Simon durrantotta rá, Skultéti védett. Hoppá, az is elakad a kapusban. Ezt most Csizmadia Gergő szúrta rá. Hoppá, ott az egyenlítő gól közben. Tocsá gól a szerző. 32. perc, eltűnt az előny a Perszatulnál. A 16. percben Szilágyi, a 17. nagy volt eredményes, tehát viszonylag gyorsan két gólos előny szerzett a sárgamezes csapat. Hát ez most ugrott, hiszen a 23. Gálsz épített, illetve a 32. Tocse pedig most már az egyenlítés jelentő gólt is bevágta. 2-2, ott vagyunk, ahol kezdtük, döntetlennél. És hát most nehéz azt mondani, hogy mert hogy volt ott egy nagy helyzet az előbb a Perszatulnak, ha azt berúgja, akkor nem 2-2, hanem 3-1, akkor mi van, hiszen előtte meg a Bádogos még az első fél időben rúgott 4 kapufát. Most egyébként az eddig láthatók alapján abszolút reális a döntetlen. Hiszen lehet, hogy a Bádogos többet támad és többet birtokolja a labdát, de sokkal jobban bánik a helyzeteivel eddig a Perszatul, sokkal hatékonyabbak a sárgák. Ott a helyzet, mit fogott a kapus. Fordulni nem lehet, nagy. Hát ezt lefújják a játékvezetők, de ez kevésbé volt szerintem szabálytalan, mint előtte. Akkor a Bádogos játékos került a földre, tehát jogos a Bádogosnak a szabadrúgás, csak szerintem nem azért kellett volna fújni, hanem egy 5 másodperccel korábban egy másik szabálytalanságért. Bánfalvi a labda mögött. Most már a vezető gólért támad a Bádogos. A 24. perc idejük még van. A legolítás Gál. Jó a blokk. És mi is túléltük a labda támadását. Eddig szép, csak éppen hosszú volt a labda, kifelé jöttek a sárgák. Elvégezte a Bádogos a bedobást. Összességében jött a cser, csak éppen a játékos nem tud tovább menni. Fennak a Csizmadia Gergő. Gál.
pluságosan egy rakása most ott középen mindenki. Tehát picit tányt szét kellett volna húzni a védelmet a Perszatulnak. Egy klasszikus csőrös Csizmadiától, de elhal Skútéti kezében. Cseh jó, Bánfalvi, és aztán belelépnek. De még mindig ott lehet a lövő helyzet. Á, ott meg nem jött a társ. Egyébként ezzel a két góllal a Bádogos Gréco Petrol az első csapat a szezonban, amely átlépte a 30 gólt. 31 rúgott gólnál járnak. Gál. Gál nem tud beleérni a játékos test középen. Persze a túlnál egyébként Szilágyi és Nagy is az első gólját lőtte ebben az idényben a Abba ligában. A másik oldalon Gál Daniel. Ez már a tizedik hálórezgetése volt. Még Tocsak Ergő a harmadik gólját szerezte. Tanárki nem indul, ez így a kapusé. Negyed óra van vissza a meccsből. Perszatul, Bádogos Gréco Petrol, 2-2. Gál gyűjti össze. Még ott a labda, megfogja a kapus. Tocse szúrta rá. Bánfalvi. Az csak a játékos társat veszélyeztette ez a lövés. A kaput nem. Kicsit elcsitultak a Perszatul támadásai. Az első fél időben veszélyesebb volt a csapat. A második játékezben is volt egy nagy helyzetük. De azért biztosak lehetünk benne, hogyha van lehetőségük támadni, akkor fognak támadni. Elég keményen jött Bádogos ötöse. Végvári elég keményen oda taposott. Kalapács Norbert volt a szenvedő fél. Kijön Gálról, jön a kapus. És egy kicsit kényelmesek voltak a sárgák, majdnem ráfizettek Gál. Azt hogy húzta ki onnan nagy. Nagyot ment, a kapus nem ért el. Hát ezt most elkapkodta. Ott Simon. Kellett volna rohania, a labda jó. A lövés is, és a védés sem volt csúnya. Tanárki még mindig, Tanárki kifele szabadrugás. Mivel kell végezni a szabadrugást, mozgásban volt a labda, amikor játékba került. Nagy. Próbálta belőni a kapu elé a játékostársnak, a szép, a hosszú oldalon van érkező, de figyelnek a védők. Simon passzolta ki, ez pedig még kint sincs. És nem tudta elpasszolni végül. Csizmadia Dávid. A szép, és megfogja a kapus, ezt nem lehet védeni. Megint csak, ha jól látom, Tocsi a gólszerző. 3-2 megfordítja a Bádogos az állást. Hiába vezetett 2-0 a Perszatul, ilyen állás szerint pont nélkül marad. Még megy a szerelés igazítás.
17-es Lifjeb Skútét is lehetőséghez jut közben. A fejes Skútétié. Tocsek Ergő pedig abszolút a meccs hőse eddig itt a Páddogosnál. A szezonban eddig kétszer talált be, most pontosan ugyanannyit lőtt eddig 39 perc alatt. Hát egy bő 10 perce van a sárga mezeseknek, hogy a 2-0-ás vezetés után jött hátrányt valahogy eltüntesse a gárda. Dobás lesz. Jó labdaszerzés. És fúj a játékvezető. Pánfalvi volt szabálytalan. Hoppá! Ott az egyenlítő gól. Kalapács Norbert tűzte rá. 41. perc, 3-3. És jön a válasz, nem jön, úmit fogott a kapus. Gál jött rá, aztán ott lehet még a labda, Tocsel megfogja Horváth ezt is. Na hát nem mondhatjuk, hogy nem fordulatos a meccs. Most mind a két gárda vezetett. Nagy. A lövés mellé fölé. A Favi, Gál. Na, labdát veszít, igen, úgy tűnik. Csak volt értelme oda piszkálni, meg is tartják. Ó, de szép. Meg is tartják eddig a sárgák. Aztán itt is az övék. Nagy, azért van mit nem kis mázli most, hogy még ott van a persze túlnál, de mire kimondom, már a Bádogos jöhet. Jó volt viszont a szerelés. Nagy, ellövi mellé. Szép volt. Gyorsan cseréltek, Nagy lement, és most lendületből jön. Csiznadi a Gergő, de nem jutott messze, visszafújta az akciót a játékvezető szabadrúgással. 43. perc, 3-3. Az lehet, hogy rövid lesz, még ott van. Ah. Gál lábában akadt el a labda. Még mindig ott van, nem sikerül kivágni most, talán kihozhatják a sárgák, ki is hozzák. Nincs még kint. Simon. Hátrafel nem lehet, mert Gál ott van, az utolsó embernél. Bevonják Horvátot is. Apá! És végül Bánfalviról megy ki. Nem volt veszélytelen a dolog. Szép, jól adta meg Végvári. Most már a túloldalon Végvári. Visszalövésre. Nagyot kellett védeni a Horvátnak, Skultéti szúrta rá jobbal. Szöglet. Tocse. Érdekes mozdulat, de így volt tuti, mert így fel is vette a kapus.
Nem ment ki, nem engedték ki a sárgák. Focse bólintja vissza, Bánfalvi. A Bálogosnak fontos lenne a győzelem, hiszen egy meccsel kevesebbet játszva azonos pontszámmal vezeti a tabellát a Döcössel, és nem nagyon szeretnének, gondolom, pontokat veszíteni a Bálogosnál, hiszen majd előbb-utóbb, amikor a Döcös is már szabadnapos lesz, akkor meg lesz a tiszta pont előny, ha addig nem hibáznak. És hát ahhozba nem nagyon férne bele egy X. De egyelőre azért én azt mondom, hogy nem alaptalan az, hogy döntetlen rá áll a meccs, hiszen a Pelsza túl is azért nagyon okosan futballozott, nagyon keményen, határozottan védekezett eddig a meccsen, és az ellentámadásai is veszélyesnek bizonyultak, 3 gólt is tudtak lőni belőle. Az ott megborotválta a kapufát, ez volt az 5. akkor a Bádogosnál. Valamivel több mint 5 perc van vissza a meccsből. Kis talpalás gyanú ennél az előző megmozdulásnál. Itt pedig jöhetnek a sárgák, nem sikerül középre tenni. Na másodjára, ott már igen, nem középre kell, hanem vissza. A gól természetesen érvénytelen, hiába bólintotta be Szilágyi. Bánfalvi kap szabadrugást. Skútét indul el mellé. Nem sikerült belekapni a Szilágyinak. Bálogosnál azért már érezhetően idegesebbek a játékosok. Hiszen egyre fogy az idő. Majd az utolsó pillanatokban azért már egyben felértékelődnek jó, a jó megoldások. Hú, az nem volt túl szabályos bedobás. Az viszont egy szép szerelés. Még vár itt a. Ez sem volt csúnya. Simon, beközépre. Hú, és elakad. Nem jutott el Szilágyihoz. Tocse. Kap egy szabadrugást a pálya közepén. Gyorsan el is végezték a kékek. Bánfalvi megpattan szöglet. 16. és a 17. percben 2 perc túl gólt láttunk, ezzel volt 2-0, aztán a 23. szépített, a 32. egyenlített a Bádogos, mely a 39. a vezetés is átvette. 41. viszont jött az egyenlítés a másik oldalon. Hoppá, egy hiba, Tocse. Az ott helyzet lehet mellé. A szöglet, igen. Galler Ákos volt az, aki végül kapura terelte. Gál, iszonyatos lendületet tud venni nagyon rövid időn belül. Még egy el tovább, Gál, vezet a Bádogos. 48. percben, és egy olyan igazi Horváth Laci is, yeah, is elhangzott, és még egy itt a csarnokban, 4-3 ezzel. Lesz-e még erre válasz vajon? Kettő volt a sárgáknak, onnan lett 3-3, és most már nem azért kell játszaniuk. Ez 2 perces kiállítás. Tocsét küldi ki. Na, izgalmas lesz itt a vége. Na nézzük. Nem ért egyet a játékvezetői döntéssel. A Bádogos Gréco Petrol, Gál pedig ennek előteljesen hangot is ad, annál inkább Tocsa kiadobta a labdát, és kapott egy 2 perces büntetést, meleg percei lesznek itt az utolsó
felvonásban a Bádagos Gréco Petrolnak. Nagyon kevés van már hátra a meccsből. Ezt lepattam. Nagy. Jó a blokk. Dobhatnak a sárgák. Feljebb osont most már a kapus Horváth Péter is. Előrehozott mezőnyjátékosként. A fél pályán a kapus. Hát nem tudom, mennyi értelme van távolról lődözni fél pályáról. Nyugodtan járathatnák is, ha már a kapus is előre jön, kihasználva a létszám fölényüket. Nagy. Nagy indul el. Ezt nem fogják lefújni, üres a kapu. Gál. Nem lövi el, hanem viszi inkább. Gál. Gál. Jön a kapus. Ez tiszta szerelés volt. És itt a vége. Hát nem tudta kihasználni a sárgamezes csapat az ember előnyét. 3-2-re fordított a Bádagos egyszer, onnan még egál lett, de végül 4-3-ra nyerni tudott a Bádagos Gréco Petrol, és ezzel behúzza az a számára oly fontos 3 pontot egy jó meccsen. Ez itt a vége.